különleges edzés egy különleges bajnoki előtt. Szakmai stábunk csütörtök délelőtt meglepte játékosainkat, és buborékfocis edzést vezényelt nekik. Jó hangulatú és a futballt sem nélkülöző tréninggel készültek tehát a mieink a 3000. bajnoki összecsapásra. Ebben a játékban leginkább a fizikai fölény és az erő dominált, így szurkolóink is biztos kitalálják, ki volt a nem mindennapi tréning főszereplője. Dani, mi volt a titkod? Mindenkit legyőztél? 100 kiló vagyok, mi lenne a titkom? Volt szabály? Hát az igazság, hogy semmi. Vonalakra figyeltünk. Egyszer én próbáltam, úgy a Zolit megkértem, hogy dobja föl a fejembe, ott megtartottam, és akkor benne volt a búrába a labda, úgy próbáltam szaladni, de 10 méter után a Pinti Rádi ledarált, úgyhogy esélyem nem volt. Láttuk, itt gurultál egyet, az hogy történt? Hát nem tudom, kipattant a fejemből az ötlet, mi lenne, ha gurulnék egyet én is. Semmi különös. Nem volt veszélyes? Ja nem, teljesen jó volt minden. Lehet még egyszer megpróbálom, mert nagyon élveztem azt.